Sziasztok! Ezúttal az ókori görög líráról lesz szó. Ha fogalmat sincs, mit jelent az, hogy líra, akkor mindenképp javaslom megnézni a három műnemmel foglalkozó videót a csatornán, amit persze ettől függetlenül is hasznos lehet megnézni. Illetve az is hasznos lehet, hogyha megnézed a homéroszi eposzokról szóló videót, mert ez a közvetlen előzménye a görög lírának, és ha azzal tisztában vagy, hogy ezeket az eposzokat, illetve ezt az eposzi értékrendet mi jellemzi, akkor sokkal világosabban látszik majd, hogy miben hozott újat a görög líra megjelenése, ugye egyáltalán a líra egyeduralkodóvá válása. Kezdjünk is bele. Tehát változik az értékrend, változik a világ, változik az emberek gondolkodása, és a Krisztus előtti 7. századtól azt lehet megfigyelni, hogy egyre inkább előtérbe kerül az egyén. Ennek a történelmi hátterét az adja, hogy egyre fejlettebbé válik a társadalom Hellászban, egyre jobban pörög a gazdaság, tehát egyre inkább virágzik és fejlődik a társadalom és a gazdaság, és ezzel párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorul az a hősi, közösségi értékrend, ami a homéroszi eposzokban megjelenik, és ami a homéroszi eposzok által közvetítődött a korábbi társadalmak számára. És ezzel párhuzamosan az epika helyett a líra válik az uralkodó műnemé. Ugye három irodalmi műnemről szoktunk beszélni, epika, líra, dráma, csak hogy egy picit felelevenítsük az ezzel kapcsolatban tanultakat, ugye az epika az, amire a történetmondás jellemző, és a líra az a műnem, ahol szintén lehet történetmondás, és a lírai művek többségében szerepel is valamilyen történet, vagy akár történetek, de nem ez van a középpontban, hanem az egyénnek az érzelmei, a hangulatai, az, ahogyan ő látja a világot, az ő érzései. Tehát a líra egy sokkal szubjektívebb műnem, sokkal jobban, sokkal személyesebb, sokkal szubjektívebb, sokkal inkább előtérben van benne az egyes ember, a személyiség, az egyén. Na most már elég sokszor elmondtam, hogy egyén, tehát szumárum, változik az ízlés, változik az értékrend, egyre fontosabb lesz az egyes ember, és egyre érdekesebbé válik, hogy a művészek, a költők mit gondolnak a világról. Ezt azonban fontos tudatosítani, hogy ez egy utólagos rendszerezés. Tehát a mai kor számára, mai kor olvasója számára, vagy irodalommal foglalkozó emberei számára három külön dolgot jelent a líra, az epika és a dráma, és az epikus költészet, tehát az eposzok költészete és a líra költészet, az két különböző dolog, de ez az ókorban még nem vált ketté. Tehát ez fontos, hogy ez egy utólagos szétválasztás, az ókori görög irodalomban nem vált el egymástól az eposz költésze és a lírai műveknek a költészete. Ami viszont még változik, az a verselés. Az eposzhoz hagyományosan hozzá tartozik a hexameternek a sorfajtája. Az, hogy ez mi ebben most nem fogok belemenni, valószínűleg vettétek órán, vagy ha nem, akkor ennek nagyon könnyű utána nézni, hogy mi az, hogy hexameter, tehát ebben most nem megyek bele részletesében. Az a lényeg, hogy az eposzok azok hexameterben íródtak, tehát azt lehet mondani, hogy ez volt az uralkodó verselési forma. Ez is egy picit fellazul, sőt nem picit, hanem nagyon fellazul, létrejönnek új verslábak, új sorfajták, tehát itt is picit átalakul az ízlés és a trendek. Beszéljünk egy kicsit a különböző műfajokról, hiszen ezek az ókorban kialakuló lírai műfajok aztán különböző formában élnek tovább a későbbi irodalomban is, egészen a modern, sőt a kortárs költészetig is jelen vannak ezek a műfajok, de nagyon sokszor majd látni fogjátok, egy picit más jelentésben kicsit átalakulnak ezek a műfajok. Na nézzük, hogy mik ezek. Először beszéljünk az elégiáról. Az elégia az tulajdonképpen átmenetet jelent epika és líra között, ami azt jelenti, hogy van benne történetmondás, sőt viszonylag hangsúlyosan van benne történetmondás, de már előtérbe kerül a költői személyiség, az, ahogyan a történések a lírai énnek a nézőpontjából megjelennek, azok az érzések, amiket a lírai énben ezek keltenek, stb. Stb. Tehát egy jóval-jóval szubjektívebb műfaj már
az elégia, mint mondjuk amilyen az eposz volt. Az ókorban még így neveztek minden olyan hosszabb költeményt, amely disztihonban íródott. Most a disztihont ezt megint nem fogom kifejteni, ez is egy sorfajta, valószínűleg tanultátok is órán. Az elégia műfajának a definíciója, vagy az, hogy mit nevezünk elégiának, az eléggé átalakult már a modern költészetben. Ma, a mai értelemben elégiának hívjuk azokat a lírai műveket, amelyek valamilyen fájdalmas témáról szólnak, és ezt a fájdalmas témát belenyugvók, én úgy tanultam annak idején, nekem ez vésődött be a fejembe, hogy kiengesztelődött hangnemben dolgozzák fel. Tehát nagyon egyszerűen mondva, a szomorú, bánatos verseket szoktuk elégiának hívni, de azokat a szomorú verseket, ahol a líra én tudomásul veszi azt a dolgot, legyen az bármilyen rossz is, amiről a vers szól, ilyen belenyugvó attitűddel viszonyul hozzá, nem lázad ellene. Na, ezt nevezzük ma elégiának, de az ókori Görögországban még nem ezt hívták elégiának. A másik fontos műfaj, ami ebben az időben alakult ki, ez az epigramma. Az epigrammák rövid, pár soros költemények. Maga az epigramma szó egyébként azt jelenti, hogy bevésés, rávésés, és eredetileg leginkább sírfeliratokat nevezték epigrammának. Töri óráról talán rémlik a termopüllai hősök sírfelirata, onnan lehet ismerős, és nagyon sokszor ezeket tulajdonképpen ilyen varázsigeként is használták. Hogyha tényleg sírfeliratról beszélünk, akkor sokszor a sírban lévő emberről vagy emberekről szóltak, illetve isteneket szólítottak meg. Tehát ezekből a rövid sírfeliratokból, vagy sírfeliratszerű szövegekből lett aztán egy irodalmi műfaj, az epigramma. Az epigrammának a mai napig elsődleges tulajdonsága a tömörsége. Az epigram az egy nagyon-nagyon sűrített műfaj, éppen ezért tud népszerű lenni a mai napig, és nagyon sokszor van benne csattanó, tehát az jellemző az epigrammákat, hogy hiába rövid a terjedelmük, van bennük valami, amin picit meglepődik az olvasó, valamilyen fordulat, amire nem feltétlenül számít, vagy egy olyan logikája van, ami nem feltétlenül jut eszébe az olvasónak, tehát az igazi epigramma a vagy az epigram, nagyon sok epigrammában van csattanó, és mint mondtam, a rövidségénél fogva egy nagyon-nagyon sűrített műfaj. Nagyon sok mindent lehet nagyon röviden elmondani egy epigrammával. Gondoljatok például Janus Pannoniusnak a Pannonia dicsérete című epigrammájára, vagy később Kölcsének a Huszt című epigrammájára. Nagyon sokszor lesznek egyébként epigrammákból szállóigék, pont azért, mert ennyire jól lehet velük a mondani valót sűríteni. Aztán az idők folyamán változatos témájú epigrammák alakultak ki a világirodalomban, nagyon nagy hagyománya van az epigramma költészetnek egyébként. Egyfelől van egy gúnyoros, sokszor kifejezetten ilyen nagyon keményen odavágó változata az epigrammának, és emellett létezik még a tanító célzatú epigramma is, és bizony még a jó öreg Janus Pannonius is nagyon sok erotikus epigrammát írt, amik nagyon sokszor egyben gúnyolódóak is, de nagyon erősen jelen van bennük a testi szerelem, az erotika, sokszor egészen explicit módon is a szöveggyűjteményben ne keressétek, abban nem szoktak ilyeneket betenni, de akit nagyon érdekel, az internet bugyraiban megtalálhatja ezeket. Na és még nézzünk néhány műfajt. Szintén ókori eredetű lírai műfaj az iambosz. Ennek nem igazán van megfelelője a szépirodalomban, viszont nagyjából minden népköltészetben jelen vannak ezek a gúnyolódó, csúfolódó versikék, ráolvasások. Valami ilyesmit jelentett az iambosz az ókori Hellászban. Ugyanakkor az iambosszal ellentétben a dal az a mai napig egy nagyon népszerű műfaj. Dalnak hívunk minden olyan lírai művet, ami valamilyen egyszerű, hétköznapi, de személyes témáról szól, egyéni érzéseket, hangulatokat dolgoz fel. Gondoljatok ilyenekre, mint a szerelem, a halál, a bor,
a bánat, nem tudom, az öröm. Tehát ilyen teljesen hétköznapi, egyszerű témákat dolgoz fel, és ebből adódóan a nyelvezete is általában egyszerű, nagyon változatos, tehát a dalnál nincsen olyan formai kötöttség, mint mondjuk az epigrammánál, vagy az elégiánál, amelyek ugye legtöbbször disztihomban íródnak, a dalnál nincsen ilyen kötöttség, az az egyetlen, ha úgy tetszik, elvárás, hogy a dal az egyszerű, nem bonyolult, nem különösebben ünnepélyes, pont ezért nagyon népszerűek a dalok, és pont ezért zenésítik meg őket nagyon sokszor, mert nagyon alkalmasak arra, hogy megzenésítsék őket, és általában a hétköznapi emberek életéhez nagyon jó, tehát az egyszerű hétköznapi irodalmak, különösebben nem foglalkozó emberek is nagyon sokszor magukra tudnak ismerni egy-egy dalban. És még egy műfajról beszéljünk, a himnuszról. Ez egy vallásos műfaj, tehát kifejezetten vallási eredetű. A témája az valamilyen istenségnek a dicsérete, illetve később időnként nem konkrétan Istent, vagy egy istenséget, hanem valamilyen eszme dicséretére is születtek himnuszok, és nagyon jellegzetes a szerkezete a himnusznak, ez a mai napig megvan, ez a szerkezeti séma. Általában úgy néz ki egy himnusz, hogy az istenség megszólítása van az elején, utána utalás az istenség korábbi tetteire, illetve ennek az istenségnek, vagy ha egy keresztény himnuszról beszélünk, akkor az Istennek, vagy esetleg az Isten fiának, Jézusnak a dicsőítése következik, és a végén pedig általában van egy segélykérés. Ugye nem kell nagyon messzire menni, a magyar nemzeti himnuszszá vált Kölcsey Ferenc által írt himnusz című költemény, az egy mintapéldája annak, hogy milyen egy igazi himnusz. Tehát ez is egy ókori eredetű műfaj, ami a mai napig él, nyilván átalakulva, hiszen most már legtöbbször nem a pogány istenekhez szól ez a himnusz, hanem vagy a keresztény istenséghez, vagy valamilyen eszméhez, valami emelkedett entitáshoz. Na és akkor gyorsan beszéljünk két ókori görög költőről, tényleg csak nagyon vázatosan, azt hittem, hogy ez egy tök rövid videó lesz, aztán már megint 13,5 percet beszélek. Na, gyorsan Szaffó. Szaffó egyrészt az első világirodalmi értelemben vett költő, akiről így beszélni szoktunk, másrészt az első költőnő, és hogyha végigtekintek a középiskolás irodalom tananyagon, akkor nem nagyon lesz több, tehát nem fognak hemzsegni a költőnők a tananyagban, de Szaffó azért még itt van. Ő a 6. Krisztus előtti, természetesen a Krisztus előtti 6. és 5. század fordulóján élt, Lesbos szigetén, ami egyébként az ókori Görögország dalköltészetének egy ilyen központja volt, tehát nagyon híres volt az ottani dalköltészet, és ez a Lesbos szó, ez ismerős valahonnan, az nem véletlen, hiszen a leszbikus szerelem, a leszbikus szó az innen kapta a nevét, visszautalva Szaffóra, aki a verseit fiatal lányokhoz írta. Tehát, hogyha lehetne kapni a boltban középiskolás szöveggyűjteményt, akkor az bizony be kéne fóliázni, mert itt egyértelműen olyan szövegek vannak, ahol egy nő szerelmes egy nőbe, egy nő érez vágyat egy nő iránt. Tehát Szaffó versei azok lányokhoz íródtak, ez a görög eredetiből, meg egyébként is teljesen kiderül. Nem sok szöveg maradt fenn tőle egyébként, főleg töredékek, két olyan verse van, ami hosszabb szöveg és fennmaradt. Itt csak az Afroditéhoz című himnuszát említem meg, ami az egyik leghíresebb verse Szaffónak, és azért érdekes, mert míg a himnuszok általában egy közösség nevében íródnak, mint például Kölcsey himnusza is tulajdonképpen egy közösség képviselőjeként szólal meg benne a líraién, addig Szaffónál az Afroditéhoz című himnusz már kifejezetten egy nagyon személyes, ha úgy tetszik, intim szöveg, és az istennőhöz fűződő viszonya és az istennővel való beszéde is sokkal-sokkal közvetlenebb, mint amilyet egyébként a himnusz műfajában megszokhattunk. Tehát rögtön az első himnusz, amit tanulunk irodalomból, az egy kicsit ilyen, hogy mondjam,
átalakítása már a himnusz műfajának, tehát ha úgy tetszik, egy nem hagyományos himnusz. Na és beszéljünk még egy költőről gyorsan, ő pedig Anakreon, aki Szaffó mellett talán a legfontosabb ókori görög költő, elsősorban a hatása miatt, tehát az Anakreonra épülő hagyomány miatt fontos róla beszélnünk legalább egy pár szót. Ő Szaffó után valamivel, hát nagyjából egy évszázaddal, az 5. és a 4. században élt, Teosz majd Szamosz szigetén, illetve élt egy kicsit Athénban is. Ő nagyon szép kort élt meg, és a sors iróniája, hogy ő a bordalairól ismert részben, és hogy a hagyomány szerint állítólag egy torkának ott szőlőmag miatt halt meg, de ez csak egy kis érdekesség, nem ezért szeretjük, hanem azért, mert nála is megjelenik már az a változás, hogy őt már nem annyira hozza lázba az a hősi etika, ami az eposzokban jelen van, tehát őt már ez a hős kultusz, ez nem foglalkoztatja az ő verseiben, nem ez jelenik meg, hanem ehelyett az életörömöt, az élet szépségét, azokat a jó dolgokat, amik a hétköznapi életben is jelen vannak, mik ezek a szerelem és a bor, nála ez a két fő téma jelenik meg, ezeket helyezi a középpontba, ezeket érteti. És a nyelvezet és a verselése is sokkal, sokkal egyszerűbb már, mint az elődei. Tehát ő teljesen hétköznapi nyelven ír, és itt egy versét említettem, egy epigrammáját. Egyébként ez is egy epigramma, a gyűlölöm azt kezdetű, ami megint csak az epigramma tömörségével írja le azt, hogy ő milyen költészetet szeret. Ugye nem azt, ami a háborút, meg a harcot, meg ezt a hősiességet hirdeti, hanem azt, ami az élet apró örömeit örökíti meg. És itt szerepel még egy szép idegen hangzású szó, az anakreontika. Ez tulajdonképpen az anakreoni dalokat megidéző irodalmi hagyományt hívjuk anakreontikának, vagy anakreoni daloknak, ugyanis Anakreonnak nagyon sok követője lesz majd a világirodalomban, és a magyar irodalomban is. Tehát egy külön vers típus az anakreoni dal, ami a bor és az élet örömeit örökíti meg. A magyar irodalomból az egyik legjelesebb képviselője az anakreoni daloknak, Csokonai Vitéz Mihály, ezért az ő nevét írtam ide. Nos, ennyi lett volna röviden a görög líráról egy nagyon-nagyon-nagyon rövid összefoglalás. Sziasztok!